A Szatmár Ferenc városa női kézilabda utánpótlás program 2014. augusztusában indult el Fehérgyarmat Máté Szalka Nagyecsed és Szatmár Németi részvételével, azzal a céllal, hogy a történelmi Szatmár területén egységes képzést kapjanak a legfiatalabb kézilabdázók. Napjainkban már 29 településen 45 edző foglalkozik több mint 850 7 és 8 éves kislánnyal. Mindenki láthatja, hogy ez egy életképes projekt, és ezt szeretnénk tovább vinni, még magasabb szintre vinni, hiszen most szivacs kézilabda az első rész, de utána természetesen ezek a gyerekek nőni fognak, és áttérnek majd a normál kézilabdára, és akkor azt gondolom, hogy mind az edzőknek, mind nekünk, mind a gyerekeknek, szülőknek, és itt várjuk természetesen a helyieknek, a polgármester uraknak a segítségét, hogy olyan körülmények között tovább tudják ezt a programot vinni, amelyben ezek a gyerekek kiteljesedhetnek. A Ferencváros felnőtt csapatának vezetőedzője elmondta, 2 évvel ezelőtt nem gondolta volna, hogy rendszeres vendég lesz az ország keleti szegletében. Nagyon szívesen járok ide Szatmárból, és nagyon-nagyon nagy örömmel nézem azt, hogy ez fejlődik, és egyre nagyobbá válik, és egyre többen kapcsolódnak be hozzánk, mert mindenképpen ez egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés, és nagyon szépen haladunk azzal, amit mi elképzeltünk és szerettünk volna, hogy egy olyan régióban, ahol talán kisebb kézilabda élet van, de szeretik a klubunkat, és azért komoly magyarságtudat is van, ott azért csináljunk egy ilyet. Máté Szalka polgármestere szerint fontos, hogy az együttműködésnek köszönhetően kiteljesedhet a tehetséges fiatalok pályafutása. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés, hiszen a Ferencváros úgy került bele ebbe az egész rendszerbe, hogy a Ferencváros lesz az a csapat, akik az itteni szatmári tehetségeket később föl tudják majd vinni a saját nagycsapatukba, ahol értelemszerűen professzionális körülmények között készülhetnek. Tehát ez egy komoly lehetőség ezeknek a kis sportolóknak a kapcsolatfelvételre, és nagyon-nagyon örülök, hogy az MMTK-nak és a Ferencvárosnak ilyen kiváló kapcsolata alakult ki. A rendezvényen díjazták az elmúlt esztendő legjobbjait. A fiatal játékosok, az edzők és a csapatok 10 kategóriában vehettek át elismeréseket.